Ti meg tudnátok szökni az Alcatrazból? Amerika legjobban őrzött börtönéből? Én nem hinném. Azonban ez a három csávó megtette, méghozzá nem is akármilyen módon, és kilétüket azóta is homály fedi. Maga az Alcatraz a San Franciscói öbölben fekszik el. A szigetet először mint világító torony, majd mint katonai erődítmény, ezután a legveszélyesebb raboknak fenntartott helyként tartották számon. Jelen pillanatban már múzeumként és nemzeti emlékhelyként könyvelik el. Átlagosan 250-270 rab volt a börtönben, és mindegyik rabot fejenként három őr őrizte. Ebbe a börtönbe hozták a legveszélyesebb, illetve a legelvetemültebb bűnözőket, akiket más börtönök már alig ha fogadtak volna be. Csak néhány nevet említve. Al Capone, a hírhet alvilági gengszter és maffia vezér. Robert Stroud, becenevén a madárember, a világ egyik legveszélyesebb gyilkosa. És végül, de nem utolsó sorban, Machine Gun Kelly, a Thompson géppisztolyos rabló. Szóval megfordultak itt nagy nevek. Ebből a börtönből a menekülés egyszerűen ki volt zárva. A hatalmas börtönőr létszámnak köszönhetően szinte képtelenség volt bármiféle szökési kísérlet. Az óvintézkedések a maximális szinten voltak. Továbbá ez volt Amerika akkori legnagyobb vasbeton épülete, amely körbe volt véve egy 4 méteres szöges drót kerítéssel is, majd ezt követően a hatalmas sziklákon kellett a raboknak lemászniuk, hogy a vízbe juthassanak. És ha ez nem lenne elég, akkor még meg kell harcolni a nagy távolsággal, ami a sziget és a part között van. A víz nagyon hideg, nagyjából 10 fokos átlagban. A veszélyes áramlatok plusz a vérszomjas cápák sem könnyítették meg a szökési kísérleteket. Összesen 19 szökési kísérlet történt az Alcatraz pályafutása alatt. Ezekben összesen 36 fegyenc érintett. 23-at elkaptak, 6-ot a helyszínen lelőttek, 4-en pedig belefulladtak a vízbe. Azonban maradt 3, akik misztikus körülmények között felszívódtak. Az FBI halottnak nyilvánította őket, azonban több mint valószínű, hogy ez nem így van. 4 elítélt volt érintett a szökésben. Ők jól ismerték egymást régről, hiszen együtt ültek előtte az atlantai börtönben. Az élet úgy hozta, hogy szomszédos cellába kerültek az Alcatrazban. Frank Lee Morris, aki az agy volt a csapatban. A szökésnek az alapja az ő fejéből pattant ki, majd avatta be társait is, és utána együtt fejlesztették tovább. 10 év szabadságvesztésre ítélték, fegyveres rablás, illetve szökési kísérlet miatt. Igazi bad guy volt már gyerekkora óta. Nevelő otthonokban nőtt fel, valószínűleg ez is befolyásolta a személyiségét ebbe az irányba fejlődni. Azonban 133-as IQ-val rendelkezett, szóval nem is csoda, hogy így ki tudta eszelni a szökést. Az Anglin fivérek, John és Clarence. 15-től 20 évnyi szabadságvesztésre ítélték őket sorozatos bankrablások miatt. Nagyon jó sportolók voltak mind a ketten, főleg az úszás, ami az erősségük volt. Egy olyan öbölben nőttek fel, ahol megismerték a nyílt vízen való evezést, a gyorsan változó áramlatokat, továbbá az árapályok és az áramlatok viszonyait. Ezek a későbbiek folyamán jól is jöttek nekik. Ők ketten azonban Frankkel ellentétben nem fegyveres rablásokban voltak benne. Egyszer fordult elő, de akkor is csak játékfegyverek voltak. Ők sohasem akartak az ártatlan embereknek ártani. Általában inkább az üzlet bezárta után érkeztek rabolni, amikor nem kellett embereket bántaniuk semmilyen formában. A negyedik tag Alan West. Ő egy autó tolvaj volt, és ezért is zárták be. Ezen felül szökési kísérletet is végrehajtott. 10 évnyi szabadságvesztésre ítélték az Alcatrazban. Frank Morrisszal ellentétben neki nem vágott az esze túlságosan, azonban nagyon jó érzéke volt az árakhoz, illetve a különböző barkácsolásokhoz. Fel tudta találni magát, maradjunk ennyiben. 1961. decemberében Morris beavatta a társait a szökési tervébe. Ők pedig egyhangúan csatlakoztak hozzá. Morrisnak feltűnt, hogy az Alcatraz öregedő falait eléggé elkezdte támadni a nyírkosság, így nagyon rossz állapotban volt már. Továbbá egy raptól információkat kapott egy nem használt folyosóról, ami a celláik mögött húzódott végig. Mindegyik cellában volt egy szellőző nyílás a mosdókagyló alatt. Ezeket a szellőző nyílásokat kezdték el szép lassan kiszélesíteni. Ehhez kanalakat szereztek az étkezdéből.
Régi fűrészlapokat loptak a karbantartó műhelyből, illetve ami a legleleményesebb volt, hogy készítettek egy fúrógépet egy porszívó motorját felhasználva. Ezekkel vésték ki tehát a falat. Morris mindig harmonikázott a műveletek alatt, így kevésbé lehetett hallani a vésés zaját. Az egyre inkább kiszélesedő szellőzőnyílást festett kartonlapokkal fették el, így ha betekintettek a smasszerek, azok nem fogtak gyanút. Amikor már kellő szélesek voltak a lyukak, éjszakánként szabadon mozoghattak a rabok a kis folyosón keresztül, így feltérképezték a menekülési útvonalakat. A szökési útvonal már megvolt. Azonban a vízzel hogyan birkózzanak meg? Ez volt a következő kérdés. Sima liba! Lopott esőkabátokból összefabrikáltak egy gumicsónakot, illetve mentőmellényeket is. A karbantartó műhelyből lopott fa anyagokból pedig evezőket tákoltak. Már csak egy dolog volt hátra. A folyamatos cella csekkolásoknak köszönhetően elég hamar lebuktak volna a fiúk, hogy leléptek, hiszen lámpaoltás után is folyamatosan be-be tekintettek az őrök a cellák rácsain keresztül. Erre a srácok azt találták ki, hogy megformálják saját fejüket, és berakják az ágyukba, mintha ők lennének ott az éjszaka közepén, és aludnának. A műfejek elkészítéséhez betonport, fogkrémet, WC-papírt, szappant, festéket, illetve a börtön fodrász padlójáról összegyűjtött emberi hajat használtak fel. Elég kreatívak voltak a fiúk. Ezt a műfejet a párnájukra rakták, a takarót pedig kibélelték törölközőkkel. Így egész éjszaka nem tűnt fel a börtönőröknek, hogy nincsenek a cellájukban. Mivel a gumicsónakot nagyon sokáig tartott volna felfújni szájjal odakint a menekülés közben, Morris feláldozta harmonikáját. A hangszert átalakították és pumpaként funkcionált. A szökés éjszakájá már minden terv szerint haladt, azonban Ellen West nem tudta eltávolítani a szellőző nyílásra rácsot, mert azt előzőleg túl erősen rögzítette vissza. A többiek nem várták meg őt, elindultak hárman a szabadság felé. Morris és az Anglin fivérek a szellőzőn keresztül felmásztak a börtöntetőre. A konyha kéményén keresztül lejutottak a tetőről. Ezután pedig a börtön reflektorjainak vakfoltjait kihasználva végig actionöztek a börtönudvaron, majd átmásztak a 4 méter magas, szögesdrótos börtönkerítésen. Ellen Westnek is sikerült kijutnia a tetőre, azonban hosszas töprengés után, csalódottságában, inkább visszament a cellájába. Chorit jól ott hagyták a bajban, de nyilván nem akarták kockáztatni a szökést egy ember miatt. Ez egyébként érdekes, mert akár azt is megtehette volna, hogy bosszúból szól az őröknek, hogy a barátai éppen szöknek, viszont ő nem tett semmit, csak lefeküdt aludni. A többiek közben kijutottak a partra. Körülbelül 22 óra után pedig sikerült felfújni a gumicsónakot is. Ezt követően vízre szálltak a fiúk, majd megindultak az Angyalsziget felé, ami 2 mérföldre feküdt a börtöntől. Ez volt tehát a tökéletes terv. 1962. június 12-e reggel már hűlt helyüket sem találták, csak a műfejeket. A reggeli zárellenőrzésnél vették észre, hogy a 3 fogoly hiányzik a helyéről. Az ott maradt Ellen West készségesen segített a nyomozásban, a terv minden lépéséről pontosan beszámolt, így nem vádolták meg őt szökési kísérletben való részvételében. Széleskörű hajtóvadászat indult a szökevények után. Az Angyalsziget déli partjához közel egy faevezőt találtak a vizen lebegve, illetve egy pénztárcát. A pénztárca tartalma arra utalt, hogy valamelyik Anglin fivére lehetett. Találtak ezen felül egy esőkabát darabot, illetve egy leeresztett mentőmellényt. A szökés után pár órával, hajnal 1-kor egy hajót láttak úszni az Alcatraz közelében, amely a Golden Gate híd felé tartott. Szóval akár azzal a hajóval is távozhattak. Az Angyalszigeten megtalálták a szökevények összetákolt gumicsónakjának maradványait, illetve lábnyomokat is felfedeztek körülötte. A szökés másnapján a kaliforniai Riverbankből egy bejelentés történt, miszerint a személyleírással megegyező 3 férfit vélték felfedezni egy 1955-ös kék Chevroletben. Ugyanezen a napon szintén bejelentés történt egy 1955-ös kék Chevroletről, hogy valaki vagy valakik eltulajdonították. Véletlen lenne? Mindezek után sok furcsa dolog történt még, amik a szökevényekhez köthetőek. Az Anglin testvérek családja ünnepekkor sok aláíratlan képeslapot kapott. Vajon kitől érkezhettek? 1962. decemberében például egy karácsonyi üdvözlőlapot is felfedeztek az Anglin testvérek édesanyjának címezve, amelyet John Anglin írt a levél tartalma szerint. Viszont ez akár egy troll is lehetett,
Ez még nem akkora bizonyíték. Viszont ami az anyjuk temetésén történt, az eléggé bizarr. Magán a temetésen megjelent kettő ismeretlen hölgy. Az elmondások alapján szokatlanul magasak voltak, és eléggé erőteljesen sminkelve voltak. Továbbá napszemüveget viseltek. A temetés után végleg nyomuk veszett. Egyesek azt állítják, hogy az Englin testvérek, nőnek maszkírozva magukat, jelentek meg az anyjuk temetésén. Az apjuk temetésén pedig kettő ismeretlen, borzas szakállas férfi jelent meg. Én úgy gondolom, hogy nagyon szerették a szüleiket, ezért nem hagyhatták ki a temetésüket. Ezek pedig álcák voltak, így sikeresen részt vehettek rajtuk. 1992-ben előkerült egy fotó egy testvérpárról, akik Brazíliában, Rióban egy farmon pózolnak. Természetesen szakáll plusz napszemüveg. A készítője azt állította, hogy a két szökött fegyenc van a képen. Több igazságügyi szakértő is elismerte, hogy a képen az Englin fivérek vannak. Ti mit gondoltok erről a képről? Valóban ők lehetnek rajta? Frank Morrisról azonban semmi hír nem jött sohasem. Lezárásképpen, 51 évvel a szökés után a rendőrségnek címeztek egy levelet, amit állítása szerint maga John Englin írt. Elmeséli, hogy mind a hárman túlélték a szökés estéjét. Majd kitér arra, hogy Morris 2005-ben, Clarence pedig 2008-ban hunyt el. Az ő állapotát nagyon rossznak írta le, hiszen időközben rákos lett. Orvosi ellátást kért, egyéves börtönbüntetés letöltéséért cserében. Új lenyomat mintát vettek, illetve kézírás elemzésnek vetették alá. Azonban az eredmény nem lett túl hiteles. 1979. december 31-én az FBI lezárta az ügyet, azzal, hogy a három szököt belefulladt a tengerbe. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, remélem, hogy tetszett. Ha így alakult, adjatok egy keményet a like gombnak, illetve iratkozzatok fel a csatornára, hiszen sorba jönnek az újabb és újabb tartalmaim. A személyes gondolatom az üggyel kapcsolatban, hogy az FBI is tudta jól, hogy sikeres volt a szökés az Alcatrazból. Azonban nem akarták, hogy nyilvánosságra jusson, mert ez egy globális, elítélt szökés kísérlet láncolathoz vezethetett volna. És most nem csak az Alcatrazra gondolok. Ha azt hallják a médiából a bűnözők, hogy megfulladtak a szökevények, akkor még csak meg se fordul a fejükbe a szökés gondolata. Ha viszont kiderült volna, hogy sikerült nekik, az rengeteg bűnözőnek reményt adott volna, és megsokszorozódott volna az ehhez hasonló esetek száma. Tehát amire gondolok, az az, hogy egyfajta tudatalatti példastatuálás volt, hogy minden szökevényre hasonló sors vár, ha ezt teszik. Ti mit gondoltok erről az eszmefuttatásról? Várom a véleményeiteket kommentben. TikTokon és Instán is megtaláltok, keressetek rám, ha lesz egy szabad 5 percetek. Most már eléggé elnyúlt ez a videó, szóval dobbantok. Szép napot nektek, és találkozunk legközelebb.